Kovács Éva Margit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi és nemzetközi tanulmányok karának oktatója. Diplomáját az Egyetem Jogelőd intézményében a Budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudományi karán szerezte, ahol később oktatóként dolgozott. 2010 és 14 között a Magyari Zoltán szakkollégium tagja, és 5 éven keresztül a Kari Hallgatói Önkormányzat képviselője. Feladata az alap- és mesterképzés fejlesztése mellett a tehetségek felkutatása. Jelenleg a Ludovika Kollégium tehetséggondozó program programigazgató helyettese. Most a Ménesi úton ülünk, itt az egykori közigazgatási tudományi karnak az épületébe, ahová 2004-ben jelentkeztem, és kezdtem meg az egyetemi tanulmányaimat, és 2011-ben kezdődtek meg azok a folyamatok, azok az átszervezési folyamatok, amelynek eredményeképpen a közigazgatástudományi kar kivált a Budapesti Corvinus Egyetemből. Pont ahogy itt sétáltunk fel a lépcsőn, eszembe jutott az a kislány, aki 2004-ben bizonytalanul Budapesten először Kelet-Magyarországról felutazva jött ebbe az intézménybe. Nem tudtam igazából, mit jelent akkor az, hogy közigazgatás. Nem tudtam, hogy mit szeretnék csinálni. Nem voltak világosak a karrier céljaim. És én nagyon sokat köszönhetek ennek az intézménynek. A tehetséggondozás az a társadalmi mobilitásnak és a társadalmi esélyegyenlőségnek egy nagyon fontos eszköze. Én azt gondolom, hogy az oktatási intézmények, akár a közoktatási intézmények, akár a felsőoktatási intézményeknek kulcs szerepük van abban, hogy kitörjünk, tanuljunk, és a képzésen keresztül, az oktatáson keresztül, akár a társadalmi ranglétrán feljebb lépjünk. Az egykori közigazgatástudományi karon és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is főleg olyan hallgatók tanulnak, olyan fiatalok érkeznek, akik alsó-közép-középosztálybeliek. És számukra az állami karrierépítés a közigazgatásban egy karrier felépítése az egy nagyon fontos elérhető kitörési pont, és a tehetséggondozás ebben különösen tud segíteni nekik. Ugye én végig a Corvinus Egyetemen tanultam, majd ott kezdtem el a doktori tanulmányaimat. Nagyon erős kötődésem volt az intézményhez. Ezt a változást félelemmel és bizonytalansággal éltük meg, de lehetőségként is éltük meg, azt hiszem. Kaptunk egy fantasztikus infrastruktúrát az Orci úti kampuszon. Kettős érzés volt bennünk, a félelem az újtól, a bizonytalantól, elszakadás a közösségtől, vagy ettől a kis kommunától, ami itt kialakult, de hosszú távon azt hiszem, hogy nagyon sok pluszt adott a három oktatási intézménynek az egyesülése. Gyökereink, hagyományaink, elhivatottságunk a közösség szolgálata iránt vezérli életünket a 21. század lehetőségeinek kihasználásával és adottságainak ismeretében. Emellett az egyén szakmai ambícióira, személyisége kiteljesedésének támogatására is ügyelünk. Én azt gondolom, hogy egy intézménynek a kultúrájában beleívódik az, hogy a tömegképzésen, tömegoktatáson túlmutatóan az oktatók nyitottak a személyes odafordulásra, személyes mentorálásra. Van szemük ahhoz, hogy észrevegyék a hallgatókban rejlő potenciált, amit akár kisebb kurzusokon, képzésekben, egyéni beszélgetésekben ki tudnak hozni a hallgatóból. Én azt gondolom, alapvetően ez a kultúra és a szemlélet az, ami egy alapvető feltétele annak, hogy a tehetséggondozás kialakulhasson egy intézményben. 2005-ben csatlakoztam a Magyari Zoltán szakkollégiumhoz, és az akkori szakkollégista társakkal újraélesztettük a szakkollégiumi életet. Maga a szakkollégium névadója Magyari Zoltán, aki a korában egy igazi közigazgatási reformer, tudós ember volt, talán az elsők egyike, aki kijött az elefántcsont tornyából, és empirikus vizsgálatokra, kutatásokra alapozta azokat a terveket, amik alapján
javaslatot tett a közigazgatás megreformálására. A szakkollégiumok egy alulról szerveződő hallgatói közösségek, autonóm szakmai szervezetek, akik felkért egyetemi oktatókkal, mentorokkal támogatva végeznek szakmai tevékenységeket. Ezt csináltuk mi is a Magyari Szakkollégiumban. Nagyon fontos szerepe van a közösségnek és a közösség tagjainak egymás támogatásának. Évtizedeken átívelően is tudunk egymásról, segítjük egymást, támogatjuk egymást, mind emberileg, mind pedig a karrierutukon. A Ludovika Kollégiumban a közügyek iránt érdeklődő egyetemi hallgatók jelentkezését várjuk. Kiemelt célkitűzésünk, hogy érzékenyítsük a hallgatóinkat, akik jellemzően a legtehetségesebbek közül kerülnek ki, azokra a kihívásokra, amelyek a tágabb közösségünk előtt állnak. Meggyőződésünk, hogy mindezzel hozzá tudunk járulni egy erős, független, hatékonyan működő közigazgatáshoz. A Diószegi Sámuel utcán vagyunk, a Ludovika Kollégium tehetséggondozó program tervezett bázisán. Terveink szerint 2021. szeptemberétől ide költöznek be az LC-sek, mint együttlakó közösség. A Ludovika Kollégium kitűzött célja, hogy különböző szakterületekről, tudományterületekről integráljon hallgatókat a felsőoktatási intézményekből. Kitűzött célunk az, hogy egyénre szabott képzést és tehetségfejlesztést biztosítsunk a kiválasztott hallgatóknak. A programkabinet tagjai személyesen mentorálják a hallgatókat, közösen tűzzük ki velük az ő karrier céljaikat. A másik ilyen pillér egy mentori hálózatnak a kialakítása. Ezek a mentorok a szakterületükhöz kapcsolódóan, érdeklődési területükhöz kapcsolódóan fogják bevezetni a hallgatókat a munkavilágába, a tapasztalatok szerzése érdekében. És a harmadik pillér pedig egy szakmai gyakorlati program, amelyet vagy külföldön, vagy hazai közigazgatási állami intézményben, vagy közszolgáltatáshoz kapcsolódó vállalkozásnál végezhetnek el a hallgatók. Ez is egy jó ugródeszka a későbbi karrier céljaik elérése érdekében. Az egyre individuálisabbá váló világunkban talán soha nem volt akkora szükség a közért tevő fiatalokra, mint napjainkban. Tehát az olyan tehetséges, elkötelezett fiatalokban, akikben munkál az, hogy a saját jólétükön és saját boldogulásukon túl másokért is tegyenek, a közért is tegyenek, a társadalom szélesebb problémáira reflektáljanak. 16 hallgatóval kezdtük meg a munkánkat. Idén újabb 15 hallgató érkezett a Ludovika Kollégiumban. Nem egy nagy tömegképzés elérése a cél, hanem szeretnénk megtartani a személyes fókuszt, a személyes kapcsolatokat. Nagyon jó alapokra épült a Ludovika Kollégium. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a korábbi jogelőd intézményekben is nagyon jól működő, alulról szerveződő szakkollégiumi hálózat alakult ki. Beszéljünk akár a Szentgyörgy szakkollégiumról, vagy a Magyari Zoltán szakkollégiumról, ahol már megvannak azok a szakmai kis közösségek, akik alulról szerveződve az oktatóik, mentoraik támogatásával az egyetemi képzés mellett valami plusz szeretnének elérni. A Ludovika Kollégium ennek a bástyájára épült, mint egyetem közi tehetséggondozó program, és én azt gondolom, hogy még nagyon fiatalok vagyunk, még most kezdtük a működésünket, én azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy potenciál van. Már egy fél éves tapasztalat után látva azoknak a fiataloknak a lelkesedését, őszinteségét, elkötelezettségét, magas munkabírását, amit ők ebben a fél évben mutattak és befektettek ebbe a programba. Ez számomra mind szakmailag, mind pedig személyesen nagyon-nagyon inspiráló, hogy ezt folytassuk és tovább építkezzünk.